Hello mindenki! Ha ide kattintottál, akkor talán vagy bizonyára érdekel a képszerkesztés világa, hogy hogyan tetted jobbá, érdekesebbé, vagy egy kicsit másabbá a fényképeidet. Bár az is lehet, hogy csak eltévedtél, minden esetre ne szaladj el, ne kattints máshová, hiszen itt vagyunk a Photoshopban, és megmutatom, hogy a digitális tükörreflexes fényképezőgép tulajdonosok hogyan távolíthatják el ezeket a zavaró és idegesítő koszfoltokat a képről. Úgyhogy, ha érdekel, hogy hogy működik ez a dolog, akkor a következő néhány percben tarts velem. A cserélhető objektíves gépek egyik problémája a szenzorkoszolódás. Némeiknél kevésbé, némeiknél komolyabb probléma ez. Mit tudunk tenni vele, hogyha esetleg az égen jelentkezik ilyen? Az egyik megoldás, és egy nagyon egyszerű megoldás, az ugye a mindent eltávolító spot healing brush, ami jó is szokott lenni általában, és ahol például ilyen esetekben, mindjárt kinagyítom, például ilyen esetekben, ahol van valami kis részlet is, ott ezeket a foltokat érdemesebb vele eltávolítani, viszont nem mindenkinek a gépén egyformán gyors a Photoshop, és ez egy elég erőforrás igényes eszköz, persze ilyen kisebb lépésekben nem annyira, de hogyha nagyon sokat kell eltávolítani, akkor egy picit le tudja lassítani a munkát. Van egy gyorsabb megoldás is, olyan esetekben, amikor viszonylag egyöntetű a háttere a foltoknak, tehát mondjuk az égbolt néhány elmosódott felhővel, sokkal gyorsabban is dolgozhatunk, mégpedig úgy, hogy a filter galériából kiválasztjuk a blur, vagyis az elmosások alól a surface blur-t. Ami nagyjából figyelembe veszi, hogy hol vannak az élek a képen, és csak olyan területeket mos el, amik nagyjából homogének, egyöntetűek. Nézzük csak meg. Tehát, igen, itt már előre állítgattam, és ugyanezt adta vissza. Tehát mondjuk itt a radius értéket akkorára állítsd, ami a legnagyobb foltot, amit el akarsz távolítani, már szépen elmossa, vagy viszonylag szépen elmossa, a threshold értékkel pedig fokozatosan emelve beállíthatod azt, a, azt az elmosást, ami még megtartja a főbb kép struktúrát, főbb kép részleteket, viszont a foltokat már szépen eltünteti. És ha azt mondod neki, hogy oké, okay, akkor már meg is vagyunk jó formán, viszont így a képből is nagyon sok mindent elmostunk, de semmi probléma. Ide tesszük a History Brás jelölőt, visszalépünk a kép eredeti állapotához, és a History Brás eszközzel, tehát History Brás túllal, nagyjából a foltoknál azért egy nagyobb eszközzel, nagyobb méretű eszközzel, és lehetőleg látszélűvel. Egyetlen egy pillanat alatt el tudjuk azokról a területekről távolítani a foltot, ahol megjelent. És nem kell semmit várnunk, hogy a processzor kiszámol valamit, stb. stb. Villámgyors a módszer, persze, hogyha beállítottuk előre a többi dolgot, és már kész is vagyunk. A képünk többi része pedig teljesen érintetlen maradt. Aki pedig megnézett, annak köszönöm szépen a figyelmet, és ha tetszett, vagy ha nem, akkor is iratkozzatok fel, mivel nem fog fájni.